A kampánynak az indulásakor kulcsfontosság az, hogy megszerezd az embereknek a figyelmét, hogy odafigyeljenek rá, hogy legyen valami, ami odarántja a figyelmüket. Akár ez lehet egy blogbejegyzés is, ami felkelti ugye a célpiacot figyelmét, és itt kommunikálhatsz velük, hogy mi a véleményed erről a dologról, csinálhatsz valami folytatásos bejegyzést, vagy akár felhívhatod az emberek figyelmét egy tesztelésre. Fontos, hogy folyamatosan több csatornán kommunikálj, tehát ez jelentheti a blogot, jelentheti az e-mailt, Facebookot, akár meg is szavaztathatsz embereket, tehát egy kicsit interakciót kiválthatsz. Tehát nagyon fontos, hogy figyelemfelkeltővé tedd ezt az egész dolgot. Ennek ezek a dolgok, amiket felsoroltam, mind eszközei, és amikor megtörtént az, hogy ők most felkelt a figyelmüket, akkor jön az első szakasz, ez az early bird, az a korán kelő szakasz. Ez a kampányos során olyan levelek, ahol bemutatod ugye a problémát, felveted ezt a problémát, kicsit erősíted, elkezdesz vágyat ébreszteni bennük, és azt mondod nekik, hogy figyeljetek, holnap reggel 8-kor indulunk, és ebben a korán kelő szakaszban lesz egy nagyon fontos dolog, és ezt holnap reggel 8 óra előtt fél órával egy e-mailben fogom elmondani neked. Ez azt éled el, hogy egy kíváncsiságot ébresztesz bennük, hogy hát vajon mi lehet ez, és amikor megérkezik másnap a levél 30 perc előbb, akkor azt mondod, hogy mondjuk csak 2 órán keresztül elérhető ezen az áron. És ugye ilyenkor egy lelkesedés van, tehát ilyenkor előfordulhat, hogy egy sokkal több vásárlás történik. Egyébként is általában a kampányok első szakaszában több a vásárlás és a végén, de ez egy kicsit még rátesz, ez az early bird korán kelő szakasz. Jó, az értékesítési szakasz következik utána, ahol elkezdett különböző témákban küldeni leveleket, akár a ilyen tipikus kifogások, válaszokról, mit érhetsz el vele, tehát a jövőnek az előrevetítése, hogy mire tudod még használni ezt, elkezded ezeket mind kommunikálni feléjük, hogyan tudod használni a terméket, gyakran feltett kérdések és válaszok, folyamatosan a tájékoztatod őket, hogy figyelj, holnap vége ennek a kampánynak, úgyhogy jó, hogyha időbe lépsz még. Hogyha pedig a végén az utószakaszba érkezel, akkor lesznek olyanok, akik már lemaradtak. Az nagyon fontos, hogy azok a határidők, amiket te megszabtál, azokat tartsd meg. Hogyha lemaradtak, akkor iratkozzanak fel egy értesítőre, és a következőnél majd értesíted őket. De mindenféleképpen tartsd magad ahhoz, amit elmondtál nekik, amit kommunikáltál számukra. Ha valaki nem vásárolt, attól érdemes megtudni akár egy kérdőjével is, hogy miért nem vásárolt, vagy pedig ugye egy picit később egy olcsóbb termékajánlatot kínálsz feléjük. A kampányokban folyamatosan hullámok vannak, ugye hogy az elején egy nagyobb lelkesedéssel több ember vásárol, akkor van egy ilyen szakasz, ahol lehűl, ezért mindig folyamatosan kell kommunikálnod, hogy újból és újból felrázd őket, és ugye a végén megint általában egy nagyobb vásárlási hullám van, tehát folyamatosan figyelni kell, és érzékelni a dolgokat, kérdésekre válaszolni, mérni a folyamatokat, hogy mi lehet annak az oka, ezt tedd fel rendszeresen, hogy mi lehet annak az oka, hogy most itt nem vásárolnak, mi az, amit tudsz javítani így kampány közben. De bizony ez előfordul, hogy kampány közben át kell gondolni azt, amit csináltál, és bele kell nyúlni, és javítani kell. Illetve hát a kampány végén mindenféleképpen érdemes átgondolni, hogy hogy zajlott le, milyen hibák voltak, mi az, amit a következő kampányra fel kell készülnöd, újra át kell gondolnod. Tehát ezek mindenféleképpen fontos információk lehetnek számodra. Azok az érdeklődők, akik már egyszer vásároltak nálad, ugye azok vevőkké konvertálódnak, innentől kezdve egy magasabb pozícióba léptek, egy következő lépcsőfokra, sokkal jobban oda kell rájuk figyelned, hiszen akik már vásároltak tőled, azok lerakták a voksukat melletted. Innentől kezdve sokkal könnyebb lesz számukra eladnod, hogyha megtartod
az ő bizalmukat, és folyamatosan továbbra is értéket adsz számukra. Úgyhogy, hogyha egyszer lefuttatta egy kampányt az érdeklődők felé, akkor hasonló felépítésben, ahogy elmondtam, felépíthetsz egy kampányt, vagy több kampányt is, akár időszakonként a vevőid számára is. És innentől kezdve a vevőknek tudsz folyamatosan eladni, ugyanolyan kampányok segítségével, ugyanúgy felkészülve, mint ahogy az érdeklődők felé tetted. Köszönöm a figyelmed!